Az utóbbi időben rengeteg teraszperem és teraszázás volt, amit vizsgáltam, tehát szakértőként sok ilyen helyre jutottam. és a fő tapasztalat azért az, hogy ha van egy hiba, előbb-utóbb azt meg lehet találni, előbb-utóbb azt a rétegrendet lehet javítani, azokat a szerkezeteket, amit kell, lehet cserélni, a lefolyókat is újra lehet készíteni, és így tovább, és így tovább. Ami probléma viszont az, hogy ez az egész rétegrend valamely ideig nedvesség alatt volt. Tehát ha úgy tetszik, ez teljesen átvizesedett, nedvesedett, szétfagyott problémák keletkeztek, de minden esetre teljesen vizes, tehát ezek a pöttyök próbálják a nedvességet jelenteni. Itt van ugye valami mennyezetvakolat, van valami falvakolat, és ezekkel is ugyanezt történt. Sőt, a téglák is valamennyire elvisettek, attól függ, hogy mennyire jutott be fentről a nedvesség. Tehát tegyük fel, hogy ez a szigetelés, ami itt volt, ez a burkolat, ami itt volt, kiavításra került, és immáron elkészült a teljesen új burkolat, teljesen új szigetelés, minden elem ki most már újabb nedvesedési probléma nem tud jelentkezni. Viszont ez a szerkezet, mint beszéltük, nagyon vizes. Tehát ilyenkor az alsó lakó ebben a belső térben, vagy aki alul van, ez a külső tér, azt fogja csinálni, hogy szépen csinál egy új festést. Tehát ha a vakolatot nem kellett újra vakolni, mert lehullott, akkor egyszerűen csak lefesti. De ez a bevonat, ez jellemzően diszperzit, vagy jellemzően olyan műanyag festék, ami nem enged, nem lélegző. És ez a bent lévő nedvességet soha az életbe ki nem engedi többet, tehát ez a nedvesség itt fogja gyötörni ezt a bevonatot, ami sikerül is neki, és előbb-utóbb hólyagosan ez a színezés le fog válni. Tehát magyarul táskásodások, festés problémák, színezés problémák, rep, kisebb-nagyobb repedések, vakolat problémák keletkeznek, akár úgy, hogy nagyobb foltok egybe lezuhannak. És ilyenkor mi történik? Azt gondolja a lenti hogy a kivitelező nem jól csinálta meg ezt a munkát, hiszen továbbra is nedvesedési ázási jelenségek vannak. Viszont azt felejtettük el ebből az egyenletből, hogy ez a nedves szerkezet ez egy pillanat alatt nem dobja le a vizét, nem szárad ki, muszáj géppel, vagy muszáj tudatosan ezt kiszárítani. Tehát ezt a szerkezetet, ami födém lévén legalább 20-22 centi, tömören átáztattuk, teljesen átáztattuk, annak idő kell, mire kiszárad. És ez az idő, ha nem csinálunk semmit, akkor legalább egy-két év, de inkább kettő. Tehát magyarul két évig még csuron lesz az a födém, hogyha folyamatosan használom, fűtöm, szellőztetem és így tovább. Tehát többlet nem kap, viszont az a nedvesség, mire lassan eltávozik, az lehet, hogy két év. Most ez alatt a két év alatt mindenféle bevonatot, vakolatot, színezést tönkre tesz, hiszen ez itt folyamatosan nedvesség alatt tartja a környező szerkezeteket, a téglákat, egyebeket. Tetézve azzal, hogy hőhidas az összes szerkezetünk, hiszen minden vizes, és a belső oldalról a hőáram könnyedén kijut a kültérbe, hiszen egy vizes szerkezet nem hőszigetel, ez igaz a téglákra, igaz a födémre, igaz a elhelyezett hőszigetelésekre is, ugye itt hőszigetelések vannak normál esetben, ezen a vonalon, jó, akkor berajzolom, tehát ez a hőszigetelés is adott esetben elázott, ha éppen a korábbi nedvesedés őt is érte. Tehát magyarul mindenhol hőhíd van. És ez a mindenhol hőhíd van azt fogja jelenteni, hogy mindenhol penész is lesz, mindenhol lecsapódás is lesz, és mindenhol, mivel ez egy öngerjesztő folyamat, mindenhol jobban ellenáll a párának ez a vizes szerkezet, mindenhol jobban párásodni, visszaházni, vizesedni fog minden. Tehát nem, hogy száradna a szerkezet, hanem egyre vizesebb és egyre rosszabb állapotba fog kerülni. Tehát magyarul elengedhetetlen, hogy kiszárítsuk ezeket a szerkezeteket, mielőtt végleges, tökéletes bevonatokat, festéseket, burkolatokat alkalmaznánk. Pláne figyeljünk arra, hogy ne műanyagfestéket, olajfestéket, nem lélegző burkolatot tegyünk, hanem csak lélegző burkolatokat, és ha javasolhatom, én ezeket a vakolatokat is lecserélném legalábbis a károsodott szakacon, szárító lélegző vakolatra, hogy legalábbis ahol zűrös volt ez a helyzet, mondjuk itt, ott egy olyan szárító vakolat legyen, ami kezeli ezt az állandó nedveselést, ezt az állandó utánpótlást, illetve ennek a sótartat kipár, tehát só járó folyamatot is tudja kezelni, hogy ezek, ezek, a sók, amik itt lefeszítenék a vakolatot, el tudjanak raktározódni a vakolatba, és ne tegyenek kárt semmiben. Tehát itt a sókra is oda kell figyelni. Lényeg az, hogy ez egy felújító rendszer, egy felújító rendszeri vakolat, egy szárító vakolat, egy festék, egy messzes glett, itt kerülni kell a glettelést, a gipszes glettelés, bocsánat, tehát gipszet itt nem alkalmazhatunk, hiszen itt folyamatos nedvesedésről van szó. Tehát itt ez a felújítás, ez egy nagyon-nagyon összetett folyamat, és az egész folyamatot még figyelni is kell, hogy mi történik ez alatt az egy-két év alatt, amíg ez kiszárad vagy azt választjuk, hogy gépileg kiszállítunk mindent, nedvességméréseket végzünk, és amikor kiszáradt, akkor újítom fel az egész felületet. Mi döntünk, lényeg az, hogy ne dugjuk homokba a fejünket, hogy beázott, újra csináltuk, lehet burkolni, hanem ennek van egy kiszáradási folyamata, attól függően, hogy ez mennyire lett vizes, de mondom, akár két évbe is ez beletelhet.